Bővülő paletta, bővülő tagság, igazán sikeres évet zárhat napokon belül a győri ipartestület. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ez itt a Győr Plusz, benne pedig a konkrét hírháttér műsorunk. A téma pedig konkrétan a győri ipartestület 2019-es éve. Ezt egy picit boncolgatjuk, évet értékelünk két vendégemmel is. Két vendégem pedig Lázár Péter elnök úr és Hanc István titkár úr. Jó estét kívánok, uraim! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Hát uraim, nem tudom, kivel kezdjük. Kezdjük elnök úrral egy kis évértékeléssel. Jó, milyen volt ez a 2019-es év? Mert csupa jót hallottunk az ipartestületről, ahogy mondtam a felvezetőben, bővülő paletta, bővülő tagság. Most volt ugye az évértékelő rendezvény. Mi mindenről tudtak beszámolni és számot adni? Én egy kicsit visszamennék az időbe 2018-ra, ahol úgy gondolom, hogy volt egy komolyabb áttörés az ipartestületünk életében, ahol közel 100 új tagunk lett, és az idei évben pedig 34-35 új taggal bővült az ipartestület. Úgy gondolom, hogy meg tudtuk célozni a fiatalokat, főleg a szolgáltatási palettáknak köszönhetően. Az idei évben nagyon komoly rendezvényeket tudtunk csinálni, ki tudnám emelni a fodrászokat, akik két olyan rendezvényt csináltunk, ahol Ausztriából, Szlovákiából, a környező megyékből jöttek fodrászok a továbbképzésekre. Kozmetikusoknál is két olyan nagy rendezvény volt, ahol hát hozzánk mérten ipartestület, ez mérten 40-50 fő volt jelen a továbbképzéseken. Tartottunk a vállalkozóinknak az év elején az adóváltozásokról, jogszabályváltozásokról, cégkapuról olyan tájékoztatót, ahol a NAV-nak a munkatársai voltak, és ők tartották az előadást. Gazdaságilag úgy gondolom, hogy elértük azt, hogy egy kis tartalékkal tudjuk kezdeni a 2020-as évet, ami eddig nem volt jellemző az ipartestületünkre. Na hát akkor ez egy kulcs momentum lehet. Bővülő paletta, titkár úr, egészen pontosan hogy néz ki most ez a paletta? Emlékszem, évekkel ezelőtt ugye volt egy kerek jubileum, és akkor az volt a célkitűzés, a következő években egyfajta megújuláson menjen át az ipartestület, például a bővülő paletta által. Milyen most ez a paletta, mivel tudják magukhoz szívni a vállalkozásokat, miért érdemes ma ipartestületi tagnak lenni így Győrben? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és ez az egyik legfontosabb válasz, a bővülő paletta. Legyen ez egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, fiatal, közép vagy idősebb korosztály, vagy leendő vállalkozó, mindenki részére tudunk ajánlani lehetőséget és segítséget tudunk nyújtani. Ennek az egyik igazi gyakorlati példája, ahogy az elnök úr is mondta, hogy ez évben 34-en lettek új tagok, és ezek az új tagok azért lettek, mert olyan szolgáltatást tudtunk kínálni, hogy visszanemtérítendő támogatásba részesültek 1 millió forinttól 3 millió forintig, valamint igénybe vették további szolgáltatásainkat. Akár említem a könyvelést, a biztosítást, a GDPR-t, az adatvédelmi szabályzatot, mind ez azt tükrözi, hogy az ipartestülethez, aki fordul, egy komplex szolgáltatást kap. Az ipartestületi tagság az hogyan terjed szájról szájra? Tehát az egyik vállalkozó, az egyik KKV azt mondja a másiknak, hogy te ez jól működik, ide érdemes belépni, gyere te is, és hozzál még kettőt, hármat, vagy tudják magukat népszerűsíteni, például a televízióban, vagy akárhol, jó programokkal, tehát melyik a jellemzőbb? Mindegyik. Legyen az internet, Facebook, vagy a szájhagyomány, vagy néprádió, ahogy szoktuk mondani, nagyon hathatós, és nagyon nagy eredménye van. Például, ha azt mondom, hogy a visszanemterítendő pályázatoknak közel az 50%-ánál az interneten, tehát az elektronikus médián keresztül jutottak el hozzánk az emberek, a hírlevél, mikor kiküldjük a hírlevelet, felhívjuk a tagoknak a figyelmét, hogy a családtagjaik, és itt a generációváltásból adódóan, hogy mikor a fiatal átveszi a vállalkozást, vagy pedig önálló vállalkozást nyit, milyen lehetőségek vannak, milyen pályázati visszanemtérítendő támogatásban részesülhetnek. Picit térünk vissza az évértékeléshez, hogy a múlt héten volt ez a rendezvény, többek között Csomoró Bert Balázs országgyűlési képviselő is ott volt és méltatta az önök munkáját, meg rengeteg elismerést, kitüntetést adtak át. Miért éppen ezeket a vállalkozásokat tüntették ki, ismerték el? Mennyit tudtak ők hozzátenni az ipartestület hatékony munkájához, illetve mennyire működött ez vice versa, mennyire tudta őket segíteni az ipartestület? Ezt két részre osztanám igazából. Az egyik része az, hogy megemlékezik mindig az évfordulós vállalkozókról, oklevéllel, vagy ezüstgyűrű, aranygyűrű tekintetében. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy volt két olyan vállalkozónk, akik 45 éve a pályán vannak, és 45 éve
a vállalkozásokból élnek, a családjukat ebből tartják el. A másik része pedig az aranyozott tipasz emlékérmek, amiket adtunk. Ott pedig olyan vállalkozókat próbáltunk megkeresni, akik kimondottan az ipartestület részéről is egy példaértékű vállalkozók, esetleg egy kicsit többet tesznek magára az ipartestületért is, mint egy átlagtag. Tehát próbáltunk így ebben a formában kiválasztani a vállalkozókat. Egyébként mennyire homogén vagy heterogén az ipartestület tagsága? Ez mind a két úriembernek szól, hiszen Hanc úr a régebbi motoros, Lázár úr viszont, amióta elnök, azóta nagyon felpörgette ezt az ipartestületet, szóval mennyire nyílt ki ez az olló? Mert azt tudjuk, hogy a fodrászok, a szabó, tehát ezek a hagyományos foglalkozások, iparágak megvannak, de ugye például a kitüntetettek között is volt jó néhány, mint a számítástechnikával foglalkozó. Szóval nagyon kitágult ez az olló? Van ilyen is, olyan is? Én úgy gondolom, hogy nagyon kitágult, bár még mindig jellemző ránk az egyéni vállalkozók, KKV-s vállalkozók, de egyre többen jönnek nagyobb olyan cégek is, akik tényleg Győrben is meghatározó cégek, akik úgy látják, hogy érdemes egy kicsit az ipartestület felé fordulni, esetleg segíteni az ipartestületen. A KKV-kről még vissza fogunk térni, mert erről Simon Robert Balázs is beszélt ezen az évvégi rendezvényen. Engem az érdekelne igazán, itt beszélgettünk a műsor előtt, hogy amikor Magyarországon arról beszélünk, hogy ipartestület, legyen ez itt a megyében, a fővárosban, bárhol, akkor inkább egy picit az emberek a múltról beszélnek. A múltban ez jól működött, aztán maradt belőle, ami maradt. Ehhez képest Győrben arról beszélünk, hogy évről évre egyre több a tag, egyre szélesebb ez a bizonyos olló, ez a szolgáltatási olló, amiről beszéltünk. Mit tudnak itt Győrben mást nyújtani, jobbat, hatékonyabban, mint máshol, mert tényleg, hogyha szétnézünk a régióban vagy az országban, az ipartestület az a győri ipartestület, nagyjából önök a zászlós hajó. Ahogy az elnök úr is említette, a tagság egyre heterogénebb. Akár munka szempontjából, vagy pedig gazdasági háttér szempontjából. Ma már igenis megjelentek mindazok az informatikai cégek, a különböző marketinggel foglalkozó cégek, ami alapján egyre jobban a tagjaink és az új tagok, akik webshopot alkalmaznak, amikor igénybe veszik az internet segítségét, és ez is meghatározza azt, hogy ma egy megváltozott körülmények között az új vállalkozást nyitó vállalkozókhoz kell alkalmazkodnunk. Ha ezeket nem tudjuk megszólítani, végünk van. Ha a fiatalokat nem tudjuk megszólítani, nincs jövő. Ahogy szokták mondani, ott van jövő, ahol a fiatalság van. Az új tagoknak a közel 70%-a 30 év alatti. Például az emlékülésen két fiatal, 23 éves, aki kezdett, ez év legfiatalabb tagunk, illetve egy 80 éves tagot is kitüntettünk, elismerő oklevélben részesítettünk, és ez is jelzi azt, a régi hagyományos. Vannak jelenleg is, akik még azokat folytatják, a szülői tradíciós tevékenység, és megjelentek az új, akik már az internet, az új informatikát alkalmazzák, valósítják meg a gyakorlatban. Picit még visszautalnék erre az évértékelő évzáróra. Ott elhangzott ugye, hogy a KKV-k nagyon komoly hányadát teszik ki az ipari termelésnek itt Magyarországon, ahol jelenleg 4,5%-os a GDP bővülése. A KKV-knak itt Győrben, Győr környékén milyen szerepe van? Lázár úr, mint cégvezető is kérdezem meg, mint ipartestületi elnök. Valóban ilyen nagy szerep hárul a KKV-kra, és ez egyre nagyobb lehet majd a jövőben? Én úgy gondolom, hogy igen. Mindenképpen a vállalkozásodnak ez a szegmense úgy gondolom, hogy meghatározó itt Győrben is, bár tudjuk nagyon jól, hogy itt vannak a nagy cégek, de véleményem szerint a nagy cégek mint alvállalkozók, a KKV-k jelen vannak, és ahogy én látom, erősödnek folyamatosan. Jó, beszélünk arról is, néhány héttel, talán most már hónap ezelőtt éppen külügyminiszter úrral beszélgettünk itt arról, hogy gazdasági válság van vagy nincs. Akkor még Szijjártó Péter azt mondta, hogy igen, Németországban már érezhető, de ez Magyarországra is be fog gyűrűzni, többek között Győrbe is. Szerintem ennek már van érzékelhető hatása. Önök az ipartestületnél erre fel tudtak-e, fel tudnak-e készülni, tudják-e segíteni azokat a cégeket, amelyek önökhöz tartoznak, illetve ipartestületi tagok, abban, hogy valóban felkészülten várják ezt a recessziót, mert ugye nem lesz mindig kolbászból a kerítés. Igen, úgy érzem, mert egyik legfontosabb rész, ez független 2008-at nézzük, vagy a 90-es éveket nézzük, akik szellemiekben beruháznak, valamint a fejlesztéseket hajtanak végre, azok jobban tudják átmenteni magukat, és meg tudnak felelni a válság kihívásainak. Azt látjuk, hogy a fiatal korosztály térnyerése ezekre jól felkészült,
jól tudják alkalmazni az elektronikát, jól tudják alkalmazni a fejlesztéseket, jobban átlátják a versenytársaknak a térnyerését, és ennek megfelelően ők is felkészülnek, és igyekeznek úgy dolgozni, hogy hatékonyak legyenek. Elnök úr, egy záró kérdés, lehet, hogy közben eszembe jut még egy. Nagyon magasra tették az önvezetésével létet az ipartestületét, mert Hanc úr és az ön tevékenységének köszönhetően, mert tényleg nagyon jól prosperált az ipartestület. Mit hozhat a jövő, mit hozhat 2020-2022, milyen jövőképe van ennek a szervezetnek? Mert tényleg nagyon jó irányba mennek, most akkor határa csillagoség, mondhatjuk ezt? Hát legfontosabb én szerintem az, hogy stabilak legyünk, a stabilitás az a legfontosabb. Országos szinten sajnos azt látni, hogy az ipartestületek háttérbe szorulnak. Én úgy gondolom, hogy mi Győrbe próbáljuk azt, hogy túléljük ezt a helyzetet, próbálunk folyamatosan fejlődni. Eddig úgy érzem, hogy sikerült. Nem hinném azt, hogy nem fog sikerülni a jövőben. Egyetlen egy titok van még, amiről nem beszéltünk, az a titkár úrnak a 30 éves, közel 30 éves olyan munkája, ami úgy gondolom, hogy a Győri Ipartestületet a Hanc Istvánhoz köti jelen pillanatban, és ezt csak gratulálni tudunk neki. Na hát akkor legyen övé a végszó Hanc Istvánné, több mint 30 éve az ipartestületnél. Mit hozhat a jövő? Mert ha valaki, akkor én igazán tudja, hogy mi volt a múltban, hogyan jutottak el idáig erre a mostani szintre. Mit hozhat a jövő? 2020 vagy a távlati jövő? Tanulni, megújulni. Ennyi? Ez ennyi. A titka? Ez a titka. Szuper, jó. Titkár úr, elnök úr, köszönöm szépen, további jó munkát kívánok. A tagoknak és önöknek is természetesen, és bármi történik önöknél, szívesen beszámolunk róla. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét a hét első, konkrétje legközelebb már Kárpát Zsolt számít a figyelmükre, addig is tartsanak velünk, nézzék a többi műsort, főleg a híradót, meg hát persze a konkrétot is. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.